kultúrák változnak az állandóságban, állandók a változásban. Születési vagyok, és innen távolodtam el elég messzire, Kanadába, és tulajdonképpen a kerámia szeretete hozott részben vissza Budapestre, hogy a mesterképzőt elvégezzem. Majd miután azt elvégeztem, a család hozott vissza Nyíregyházára. Egyrészt a család az, ami itt tart, másrészt, hogyha a művészetemre gondolok, akkor semmiképp nem szeretném, hogyha ez úgy nagyképűen hangzana, de valahol egyfajta misszió az, amit itt szeretnék bejárni. Egyrészt a tanításommal szeretném, hogyha olyan mélységben ismernék meg a diákjaim a kerámia készítést, mint ahogy bennem van, és a nyíregyházi nézők számára, vagy látogatók számára pedig úgy szintén az a célom, hogy egy picit másképp lássanak a kerámiára. A diákok szinte nagy többsége, ha nem mindenki, úgy kerül be az iskolába, hogy a kerámia készítésről annyit tud, hogy ja, korongozik, köcsögöt készít, ilyen nagyon-nagyon alap szinten van tudása a kerámia készítésről, pedig, mint ahogy igyekeztem bemutatni, azért ez jóval színesebb, hihetetlen mértékű szabadságot ad, gyakorlatilag bármit ki tudok vele fejezni. Azon túl, hogyha végig gondoljuk a különböző folyamatokat, akkor a kerámiában megvan a szobrászat, felületét tekintve megvan a festészet, vagy a grafika. Mondjuk jó, ez a kettő az én tárgyaimon nem feltétlenül jelennek meg, de hogyha általánosságban tekintünk a kerámia művészetre, akkor abszolút ezek olyan társművészetek, amik meg tudnak jelenni a tárgyaknak, az alkotásoknak a felületén. A legcsodálatosabb dolog szerintem a kerámia művészetben ez a végtelen nagy szabadság, amit az anyagnak a sokfélesége kínál. Na most itt határokat húzni nagyon nehéz, mert hogy több ága van a kerámia készítésnek, kezdve az asztali tárgyaktól a dísztárgyakig, vagy akár, hogyha csak szétnézünk a házunk körül, a járólap, a csempék, a tetőcserép, a különböző tárgyak, amiket ipari felhasználásra használnak. Szóval hihetetlenül széles a skála. És hogyha most az iparművészet, vagy egyáltalán a képzőművészet irányába megyünk, akkor igenis a kerámia már nagyon régen átlépte ezt a határt, hogyha az iparművészetből átlépett már a képzőművészetbe. A műcímkéken, a címeken túl mindig megjelenik az alkotásnak az anyaga és a technikája. És gyakorlatilag a samot
az anyagára utal a tárgynak, ami azt jelenti, hogy kiégetett agyag, ami aztán meg van őrölve, és egy ilyen őrült formában kerül vissza az agyagba. Ugyanazt a típusú agyagot őrlik meg általában, mint amiben aztán visszakerül. Ez az agyagnak a plasztikusságán tud változtatni. Különböző szemcseméretek vannak, és ez a munka során akár a felületét is tudja változtatni a formának, mert hogyha nagyon durva samot van az anyagban, és például, hogyha extrúdálom, vagy hogyha visszakaparom a felületet, akkor ezek a samot szemcsék kijönnek, és ezáltal egy érdesebb, durvább felületet kapunk. Az extrúdálás az gyakorlatilag az agyagnak egy profilon való átnyomása. Ezeket a profilokat, ezeket én tervezem meg, ezeknek a formáját, és az agyag, ahogy ezen átpréselődik, ugye fölveszi ezt a formát. Ezeket az extrúdált formákat azért én még tovább szoktam építeni, összeépítem őket. Ami itt a hátam mögött van, tárgy, ez is egyébként extrúdálással készült. Szóval ezek relatíve gyorsan mennek, szóval sokszor az ember, hogyha ránéz az alkotásokra, nem feltétlen jön le, hogy az mennyi időbe telt elkészíteni. Valamit pikpak egy pár óra alatt el lehet készíteni, viszont van, amin napokig, hetekig dolgozom. Az, hogy egy tárgy nem úgy sikerül, az a kerámia készítésnél azért időről időre elő tud fordulni. És már csak azért is, mert a legjobb tudásom szerint is készült tárgynak a különböző fázisaiban történhetnek olyan dolgok, amik aztán a végeredményt befolyásolják. Például, ha gyorsan szárítom, akkor meg tud repedezni. Van, hogy nem feltétlen száradásnál reped meg, hanem égetésnél jelentkezik a repedés. Van, hogyha különböző mázat használok egymáson, a két máz nem feltétlen szereti egymást, különböző mázhibát okoz, és olyan jellegű mázhibát, amit én nem szeretném, hogy benne legyen, vagy nem olyan szín, nem olyan felületet ad. Kemencének nem olyan részén helyezkedett el a tárgy, hogy olyan módon kapja a hőmérsékletet, vagy nem egy elektromos kemencében való égetésnél. Szóval jelentkezhetnek olyan hibák, amik tőlem esetlegesen, szóval nem, amit nem én befolyásolok. Kedvenc munkáim közé tartozik a törékeny emlékek. Ez egy Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdióban készült egy művésztelep alkalmával, ahol egy német származású kanadai művész is részt vett többek között, és látva, hogy készítem ezeket a borítékokat, írt hozzám három porcelán levelet, ami egyébként szerepel is a kiállításban. És ettől a három porcelán levéltől egy kicsit ilyen nemzetközivé vált ez az installáció. Gimnáziumot végeztem, és a gimnázium után nem igazán tudtam eldönteni, hogy mi az, ami szeretnék lenni. És az első rádöbbenésem, ha úgy tetszik, hogy engem érdekelne a kerámia készítés, egyáltalán a kerámia művészet, az Kanadában történt Vancouverben, Granville Island, ahol több kerámia és üveg stúdióval
kerültem szembe, és csodálkoztam rá, hogy fú, hát ez a kerámia művészet, és ez nekem tetszik. Mert valami olyat nyújtott formailag, egyáltalán vizuálisan, ami addig nem igazán éreztem, hogy valami ennyire felkeltette volna az érdeklődésem. És utána elkezdtem utána járni, hogy jó, akkor ezt hogy lehetne megtanulni. Először egy magántanárhoz kerültem, de mivel éreztem, hogy ezzel nekem dolgom van, ettől én valamit szeretnék kapni ettől az anyagtól, ezért szerencsémre Torontóban, ahol éltem akkoriban, volt egy művészeti főiskola, ami képző és iparművészeti főiskola volt egyben, és ők ott indítottak kerámia szakot. Első körben egy esti tanfolyamra iratkoztam be, és ott éreztem, hogy kész, elvesztem, magába szippantott az egész anyag, és hogy ez tényleg valóban lehet a hivatásom. Az egyik Angelo Di Petta, egy olasz művész, a másik pedig Zoran Katarenovic, ő pedig egy szerb keramikus művész. A leginkább, ami foglalkoztat már nagyon-nagyon régóta, hogy eldöntsem, hogy milyen irányba folytassam. Mert látva a körülöttem lévő keramikusoknak a nagy részét, és ez nem csak Magyarországra, hanem ez úgy általában a világviszonylatban jellemző, hogy ugyanúgy, mint a festők vagy a szobrászok ráállnak egy típusú, egy tematikájú, vagy legalábbis nagyon hasonlatos tematikájú munkákra, formai kifejezési módra, vagy technikára, és ezt viszik évekig. Ami valahol egy jó dolog lehet, mert tényleg sikerül számára végigjárni és körbejárni az útját, amit én sok esetben nem teszek, és egy picit hiányolok is, nem véletlenül említettem már, hogy néha így visszalépek dolgokra, mert hogy nem volt időm annyit foglalkozni egy-egy témával vagy formával, mint amit szeretnék. És pont ezért már régóta dilemmában vagyok, hogy folytassam-e ezt, hogy mindenféle technikát, mindenféle formát készítek, és az irányadó az mindig a téma, amit föl szeretnék dolgozni, vagy pedig válasszak valamit ezek közül, amit a legérdekesebbnek, izgalmasabbnak tartok, vagy amit esetlegesen a legtovább tudok vinni, és folytassam a pályafutásom ilyen irányba. Szóval a dilemmám most ebben a pillanatban ez, és nem feltétlen az, hogy most van valami, amit nekem létre kell hozni, mert anélkül nem élet az élet, vagy nem lenne egész a munkásságom.